Megalázónak tartják a kártérítési ajánlatot a veronai buszbalesetben elhunytak hozzátartozói. Az olasz jog szerint magasabb sérelemdíj járna. Rónai Péterrel beszélgetünk. Felháborítónak tartja a közmunkás szakszervezet vezetője, hogy Gaskó István több százezres fali órával dicsekszik, miközben a bérekből alig lehet megélni. Komjáti Imrét kérdezzük. Van bőven téma mindkét beszélgetésben, ezeken kívül is, de mindent nem sorolhatunk fel. Itt van például a vendégem, Rónai Péter, egy Amerikába szakadt magyar ügyvéd. Jó napot, Rónai úr! Jó napot, Rónai úr! Hát most már este ráadásul. Annyit még magyarázatként hozzá kell tennem, hogy Péter Amerikában született, és úgy tanulta meg a magyart, tehát nem fordítva van, és elfelejtette. Köszönöm. Ezt a rendkedvéért tegyük hozzá. Nem először jár itt az ATV-ben, egy korábbi beszélgetésünknél azon háborgott, hogy egészen botrányos a magyar joggyakorlat a kártérítések ügyében, hogy az embereket érő kárt valahogy a magyar jog nem kezeli komolyan, nem veszik komolyan az embereket magukat. És akkor most itt van ez a veronai buszbaleset történet, ahol 4-6 millió forintos kártérítési összegekről hallunk, amiket a biztosítók fizetnének, miközben van egy saját ügye, egy philadelphiai vonatkatasztrófa története, ez egy 2 évvel ezelőtti sztori, és majd elmeséli, hogy ott milyen összegek játszanak. Nagyon, nagyon élesen elválik a magyar gyakorlat, meg a világban lévő gyakorlat? Nagyon nagy a különbség? Nagyon. Hát például a olasz törvény, ha ez a ügy Olaszországba lett volna, akkor sokkal több pénzet kapták. Én is csináltam a Costa Concordiát, az olasz törvény volt, és sokkal több, és az sem jó. De a magyar... Még az olasz is kevés? A olasz is kevés, de akkor de a magyar még kevesebb. Szóval rettenetes, és szerintem, ha nincs büntetésség egy cégre, akkor még egyszer fog történni. Nem tanulnak semmit. Most nézzük ezt a philadelphiai történetet, mert szerintem ez a mi esetünkre nézve az állatorvosi ló. Ugye ott az egy vonatbaleset volt, kisiklott egy vonat, voltak áldozatok, halálos áldozatok, és volt rengeteg sérült. Önnek hány ügyfele van a sérültek közül? A 5. És hát akkor én direkt módon kérdezek, egyszerűbb is nem körülírni, mennyi pénzért perelnek? Hát már megvan nyerve a ügy, a biztosítás a fölajánlatot 78 milliárd forintot. Ugye ezt most átfordítottuk dollárról, igen. Dollárban az olyan 280 millió dollár. Szóval... Hány sebesültnek, vagy hány áldozat? 100. Tehát 78 milliárd forintot, hogyha arányosan osztunk, nyilván nem így fog a bíróság dönteni, vagy nem így döntött, akkor az... Hát én nem mentem. Azért mentem, annyi, hogy én most itt hirtelen számolok? Tehát hát, 780 millió forint átlagosan? Igen, de én mentem a ügyvédiskolába, mert nem vagyok nagyon jó matematikba, szóval te tudod összevágni százba, de igen. 780 millió forint. Igen. Milliárd. Jó, de hogyha forintra elosztjuk, ja. Igen. Akkor 780, ez a különbség, egy óriási különbség, rettenetes. De mi az amerikai logika, és mi a magyar? Hát, én nem értem a magyar logikát, hogy hogy tudnak adni ennyi kevés pénzet egy életre. Az amerikai logika az, hogy visszatenni a embert abba a cipőbe, mint volt a baleset előtt. És hogy tudod ezt visszahozni? Számolják, hogy mennyi pénzet fog csinálni a ember, ha élt volna. Szóval, ha nem tudom, 100 000 forint... Tehát az áldozat esetében a család kárpótlásában azt számolják, hogy például milyen anyagi lehetőségektől esik el a család. Igen. Mennyit nem fog megkeresni az ember, így aki van, áldozat vagy, lett. Vagy mennyi a kórház fog kelleni a egész életére. Vagy mennyi gyerekje volt, akit ott hagyott. Mennyi fájdalom volt a balesetben. Van nekem ez a Viking baleset, ez a hajó, ami a Németországban moshat meg, 2 magyar benne. Abba egyből meghaltak, szóval az egy kicsit kevesebb lenne, mintha a kacsa hajó balesetben Philadelphiában ott megfulladtak, és az egy kicsit egy szörnyű fájdalmas meghalálás. Szóval
És ezt is számítja a bíróság? Igen, tehát a halál körülményeit a túlélők felé kompenzálja? Igen. Tehát akkor gyakorlatilag minden olyan szempontot figyelembe vesznek, ami még akkor is, hogyha pénzzel ezek nem kifejezhető dolgok nyilván, de a különböző fájdalom okokat. Ja. Tehát, hogy szegény mennyit szenvedett, mennyi pénztől esett el a család, hogy fogjuk felnevelni a gyerekeket, ez mind egyfajta kártérítési tétel, ha jól értem. Így van. Szerintem az a nagy különbség, hogy nekünk, ami itt van a bíróságon, az nem egy demokrácia, mert nektek csak van egy bíró. Nektünk van egy esküdtség, emberek. Normális emberek. De azt szokták mondani, attól kiszolgáltatottabb is mindenki, mert hogy ugye nem jogvégzett emberek tanakodnak arra, azért hogy mi a megoldás. Azért jobb. Mert egy ügyvéd máshogy nézi a helyzetet. De egy normális ember, például volt ez a ügy, az a Rezsikova ügy, aki megölt... Igen, az ilyen, M3-ason, nem, Rezesorral, és az M3-ason okozott egy balesetet. Ja, megölt olyan 3-4 embert, mi történt? Ez már 4-6 év, ilyesmi, nem volt semmi pénz benne, nem végzett ügy, te tudsz róla, hogy valami történt benne? Hogy kártérítést mennyit kellett fizetnie? Hát nem tudom, hogy ő mennyit tudott volna, hogy őről, hát nagyon gazdag. Őről azt lehet tudni, hogy nagyon gazdag, de ha valaki nagyon szegényként okoz egy ilyen balesetet, tőle milyen pénzt lehet elkérni? Azért van biztosítás. Na akkor itt a következő kérdés, ugye itt beszélünk erről a 4 millió forintról, lehet, hogy 6, majd holnap egy ügyvéd kollégád érkezik, ő Magyarországon praktizáló ügyvéd, aki ebben a dologban nyakig benne van, mert képviseli az ügyfeleket. Igen, szia Gábor. Na, ráadásul, és hát tőle majd meg fogom kérdezni, mit lehet csinálni, de mit kellene csinálni? Tehát az, hogy 4 millió, és nem az ő esetében, hanem a magyar jogalkotóknak. Ja. Tehát az, hogy 4 millió forinttal akarja a biztosító elintézni azt, hogy valaki elvesztette a gyermekét, ez, én azt gondolom, hogy arcátlanság, miközben biztos betartják a szabályokat. Tehát akkor mit kéne változtatni? Hát én szerintem az egész biztosítás, a marketot át kell választani máshogyan. Mondjuk itt igazából nincs biztosítás, ha 4 millió forint fizetnek egy halál balesetbe. Az hülyeség. A biztosításoknak kell fizetni több pénzet, hogy tudnak csinálni több pénzet, mert most nagyon olcsó. Na de ugye azt mondják, hogy azért ilyen olcsó, mert ezt tudjuk megfizetni. Hát a nagy cégek tudnak sokkal többet fizetni. Például egy Marriott, vagy a Vörös Iszap ügybe, az is egy nagy cég volt. Tudnak. Tehát több. Azokat a cégeket, amelyek kötelesek biztosítást kötni, mert fuvaroznak, tehát ők szállítanak, vagy olyan tevékenységet végeznek, tőlük kellene nagyságrendel többet. Én szerintem miért ne? Miért ne? Több pénzük van, most nem mondom egy nagyon szegény emberen, de ezek nagy cégek. Vannak multik is. Te Magyarországon praktizálsz már? Nem. Alig tudok beszélni. Jó, de akkor másképp kérdezem. Mit tudnál mondani egy ügyfélnek Magyarországon? Jobbulást. Köszönöm. Tehát, hogyha hozzád fordul, és van egy ilyen esete, mit tudsz elérni, vagy mit lehet csinálni? Hát szomorú. Itt nincs pénz benne. Nem tud sokat csinálni, már láttam olyan ügyeket, orvosokat, akik levágnak a rossz lábat, vagy ilyesmi, és hát rettenetes, és nincs büntesség. A orvosoknak is vannak orvosok, akik, vagy kórházok, akik nagyon sok pénzet van. Miért nem kell nekik többet fizetni biztosításra? Amerikában mennyit fizet? Volt ilyen ügyed Amerikában? Ja, persze. Hát óriási pénzeket. Orvosi műhiba ügyed? Persze, mert tudod, pláne a babákkal, ha leejtenek egy babát a fején, mert ez előfordul. Itt nincs semmi büntesség. Amerikában nagy, az orvos nem megy börtönbe, vagy semmi olyasmi, de azért, hogy egy gyerek most nem normális, és kell kezelni a egész életérne, 4 millió forint, az nem fog segíteni. Ott mennyit fizettek, nem mintha a gyerek egészségét hát visszaadná? Van nekem egy ilyen ügy, kaptunk 18 millió dollárt, az nem tudom mennyi, 18 millió 280 eurót. 280-nal tessék szíveskedni beszorozni, és akkor meg lesz. Jó, szóval... Felfoghatatlan összeg itt Magyarország biztosítási tételben. A gyerek egészségét valóban nem adják vissza, de egy normális életet a gyerek számára is lehet biztosítani sok pénzből. Ez megint a kiszolgáltatottságunk egy kicsikét. Hát azért is, hogy most, ha egy szülő elveszte egy gyerek, és vissza kell menni pont abba a életbe, ami volt, az szörnyű. Vagy például egy, mondjuk máshogyan, egy gyerek, aki elveszti a apukáját és anyukáját, és most árva, hát mi lesz belőle?
kolléganőm közben kiszámolta, és annál a fülemre is mondta, 5 milliárd forint volt az az összeg, amit az a család 5 milliárd. Kapott. Köszönöm. Köszönöm, hogy beszéltél. Szerintem ez egy fontos dolog, amiről most itt beszéltünk, mert mondom, ez is egyfajta kiszolgáltatottság. Remélem, hogy változtatni lesz. Beszéljünk erről sokat, és akkor talán igen. Köszönöm. Köszönöm szépen.